Így néz ki az a fa, amelyet a Tarsói Ifjúságért Egyesület ültetett el a Németh László általános iskola előtti udvaron. A fával az első világháború áldozataira, és elsősorban az Egyesület elhunyt tagjaira, barátaira emlékeznek. Jó egy olyan hely, ami nem temető, és mégis lehet emlékezni nála. Titokban azt tervezzük, hogy majd tavasszal körbeültetjük egyéb virágokkal, hogy vidámabb legyen, ne csak a halálról szóljon, hanem az életről, a megújulásról, és arról a háláról és köszönetről, hogy ezeket a remek embereket egyáltalán ismerhettük. Molnár Tamás önkormányzati képviselő elismerően beszélt az Egyesület munkájáról és a fiatalokért tett erőfeszítéseiről, valamint a faültetés jelentőségéről. Amikor majd itt elsétálunk a fa mellett, akár azok az egyesületi tagok, akikkel ezt közösen állítottuk, vagy akár egy járókkal, aki hallott erről a fáról, azt tudni fogja, hogy azokról emlékezünk meg ezzel a fával, akik az első világháborúban az életüket áldozták hazánkért. Az Egyesület tagjai pedig a saját tagjaikról emlékeztek meg ma. Azokról, akikkel az elmúlt évtizedeket együtt töltötték, a sok jó emléket tudják majd itt felidézni. Molnár Tamás felhívta a figyelmet arra, hogy aki szeretne emlékfát ültetni, annak megvan rá a lehetősége. Ezt mindössze jelezni kell az önkormányzat felé, egy-egy ilyen fa pedig egyebek mellett a közösségi kapcsolatok kiépítését is szolgálja.